Üdvözlöm Önöket, kedves nézőink! Önök a Heti TV-t és a Pilpult látják, én Kende Péter vagyok. És hát természetesen Kardos Péter főrabjával fogok most is beszélgetni, akit üdvözlök itt a stúdióban. Szervusz Péter! Köszönöm szépen! Megint közéletezni fogunk. Van két téma. Nem, több téma is van. Kezdjük azzal, amelyik lehet, hogy téged jobban érintett, érdekelt. Ez a kenderesi megemlékezés. Horthy Miklós újratemetésének 30. évfordulóján, ahol... Nem erre tippeltem, meg kell mondjam a közéletben, hogy ez, ami engem legjobban érdekel. Véletlen más van, ami legjobban érdekel, ez azért nem érdekel, mert 80 év után, hogy mondjam, szóval nem nekünk kéne már elengedni ezt a témát, hanem a Lázár miniszter úrnak. Tehát most nem lehet kampányra hivatkozni, mert kampány van, azért kellett szavazókat szerezni a szélső jobbról. Szerintem ő csak az aktuál politikai hangnemet és stílust és tartalmat használta. Ma beszélgettem itt a Pirkadatban Seres Attilával, és ritka kivételes alkalom volt, mert egyetértettünk abban, hogy én felvetettem neki ezt, hogy ez előfordulhat-e az, hogy ez kvázi ez egy gumicsont, amin rágódjunk. Másrészt pedig elmondtam neki azt, hogy én nagyon-nagyon nagy bajnak tartom, hogy ebben az egész Horthy kérdésből csak és kizárólag, hogy Horthy problémából, fogalmazunk így, zsidó kérdés sikerült csinálni, akkor is, amikor megszólalt az országos főrabbi, akkor is, amikor megszólalt a Nemzeti Múzeum jelenlegi főigazgatója, aki korábban államtitkár volt. Mert itt nem csak a zsidókról van szó a Horthy Miklós regnálása alatt. Az egészet én nem értettem. Az egyéni tapasztalatomnak megfelelően nem szeretem a gumicsont kifejezést. Mert úgy vettem észre, ezt olyankor használjuk, mikor nincs válaszunk valamire, akkor ez gumicsont. Ahelyett, hogy választ találnánk rá. Most akkor mi a lényeg, akkor nekem mi a... Tehát mi a... Semmi, megbeszéltük. Mert akkor téged egy másik téma az, ami jobban érdekel, vagy érint. Na most itt az idő, hogy bocsánatot kérjen két világi celeb is a hitközségtől, vagy a magyar zsidóságtól. Nem emlékszem, hogy előfordult már ilyen a legújabb kori történelemben, hogy a mazsihisz felszólított XY-t, hogy kérjen bocsánatot. Nem emlékszem, hogy bocsánatot kért volna. Kinek kellene? Ami egy függőben lévő bocsánatkérés, az nagyon rossz. Szóval, tessék, akkor jobban ha nem kapják meg. Mert van a másik egyház, amelyik meg se szólalt ebben a témában. Következésképpen sajnos az a hátrány, ami a kormánnyal való kapcsolat a Sipucca és az Emis között van, nem csökken azzal, hogy a mazsihisz elnöke nagyon helyesen megszólalt, ők pedig nagyon helytelenül nem szólalnak meg. De ettől csak növekszik a távolság. A két felekezet között. Igen. És ez olyan nagyon nagy baj? Nem a két felekezet között, hanem a két felekezet és a kormány kapcsolat. Ja. De a két felekezet közötti távolság. Nem irigylem a mazsihisz elnökét, mert ha ő ezt tűzte ki programul, hogy csak akkor szólal meg, hogyha meg kell szólalni, és most meg kellett szólalni, ez akkor lett, ha a másik is megszólal. De a másik az hallgat, így viszont elmentünk megint az előző, a változtatni akaró szándék, mert hogy mi jó viszonyban akarunk lenni a kormánnyal. Hát, ami a bocsánatkérést illeti... Mondjuk vagy a zsidókkal vagyunk jó viszonyban, vagy a kormánnyal. Kettővel nem lehet. És akkor ilyenkor a régi pesti visszáta lehetne, akkor én inkább egyikkel se. De ez egy rossz pesti visszáta. Régi tapasztalat gyümölcse. Na már ugye bocsánatot kellene kérni, ugye hát
mindenkinek, minden zsidónak megvan adva a lehetőség, hiszen a szlihatimák, szliheszimák elmondásának időszaka kezdődik. Jaj, jaj, de most nem nekünk kell bocsánatot kérni. Az, hogy tőlünk, akiknek bocsánatot kéne kérni, nem a mi vallásunk követői. De attól még ezt a tényt, hogy van egy ilyen időszak az ember életében, azt azért zsidó ember életében, de minden ember életében elő kell, hogy forduljon egy ilyen időszak, ezt azért minden ember életében van egy pillanat. Akkor nézzük, hogy mi az, ami téged foglalkoztatott jobban ezen a héten. Elmegyünk az, a Jósika utcába, az. Vagy pedig akkor menjünk el a Jósika utcába. Menjünk el a Jósika utcába, mielőtt tényleges elmentem a Jósika utcába. Megint elmentél? Megnézted? Egyrészt megnéztem, másrészt az ellentüntetők között voltam. Egyetlen neológrabiként, aminek nem az volt a lényege, hogy mint neológrabi legyek ott, hanem mint gyermekkoromnak a tanúság, amikor apámmal minden péntek, szombaton kézenfogva mentünk el a Jósika utcába, meg 30-40 méterre laktunk ott, az volt a legközelebbi zsinagóga, és mindenre emlékszem, hogy nézett ki az egész. Tehát nem volt egy kazinci díszítésű zsinagóga, egy kis otthoni, kicsikes kis zsinagóga volt, és ott imádkoztunk. És most felszakadtak az emlékek, arról nem is beszélve, hogy és a kis ördög még azt is mondja, hogy 40 évig senkit nem érdekelt, hogy mi van a Jósikával. Most egyszerre forradalmi ürügy lett, vagy ezt úgy kellett volna hagyni, mint a váromokat az országban. Vagy mint a Jávorka utcát? Hát annál romosabbat nem ismerek Magyarországon, egy romosabb zsinagógát. Életveszélyes most már szerintem jó ideje, pedig milyen szép kis helyes épület. Igen, és meg vagyok sértve. Zugló az egyetlen kerület, ahol nincsenek ott. Uh-huh. Hát, micsoda pénz ezt felújítani? Hát azért az... Hát ne haragudj, ez nem lehet pénzkérdés. Ha egy megszállásról van szó, de nem lehet pénzkérdése. Amikor benn is voltál a Jósika utcai zsinagógában? Úgy voltam bent, hogy egy órával előbb mentem, és hát nyitva volt, még akkor csak rendőrök voltak. Kint. Én tudtam, hogy a meghirdetett ellentüntetésnek a rendőrök nem szerves részvevői, aktív részvevői lesznek. És bemegyek a Jósika, és körülnézek, hát mondom, felszakadtak az emlékek, padok, eredeti padok, csak hát föl vannak újítva, kis terem, külön a nők helye, egyebek. És miközben nézek, én 2-3 percig voltam ott, bejön egy hölgy és 3 rendőr. Mondtam, hát mi most ki fognak dobni bennünket, megkezdik kik vagyunk. Nem is érdekel, még a hölgy odajön és tiszteltesen azt mondja nekem, üdvözlöm főrabbi úr. Na mondom, inkognitónak annyi. Hát, de úgyhogy de nem álltam meg, hogy később, mikor láttam, hogy fölmutatja a rendőrigazolványát a többi ellentüntetőnek, akkor már éreztem, hogy mondjam, nem jó, ha csak a rendőr ismer engem, és én nem tudom őt, miért nem ismerem, mert még a csendőridők jutak eszembe. És akkor megkérdeztem, hölgyem, ismerjük-e? Hogyne? Én szoktam az életmenetét biztosítani. Ja, hát akkor... volt honnan ismernünk egymást, és akkor terelgettek bennünket, ellentüntetőket a Csengeri Józsika saroktól a szembelévő, a Józsika szembelévő kapu elé, végig aztán ott letelepettünk, kb. Annyian voltunk, ahány rendőr volt, tehát mindenkire jutott volna egy rendőr, ha valami van, és mindenféle hangosítás nélkül egy ellentüntetés kezdődött, aminek az volt a szerencsénk, hogy akik kocsival jöttek, az igazi celebek, köztük államtitkár és a Habad nagyfőnöke, kénytelen volt ott a Csengeri utcán előttünk befordulni a lezárt Csengeri utcába, ilyen lezárt Józsika utcába, ahol egy színpad volt az úttest közepén, le volt zárva minden. És akkor ők hallották és látták a 10-15 főt, akik olyasmit, hogy Csürhe Emich, tolvajok,
egyházszédelgők, ne lopj, ezek több nyelven voltak egyrészt felírva ilyen molinókra, másrészt élőszóba igen nagy hangerővel előadva. Később a felvételen láttam, hogy ez a hangerő egész a színpadig hatolt, lehet, hogy nem értették, de lehet, hogy igen, mert nem, ezek tőmondatok voltak, nem voltak komplikált. De a legemlékezetesebb jelenet számomra az volt, hogy a nagy csűrhézés közepette egyszer csak kiválik tőlük egy magát rabinak nevező illető, oda jön hozzánk, és azt mondja, gyerekek, meghívlak benneteket egy frissítőre. Na most a leghevesebben tüntető, ellentüntető köbe 10 centire kerültek egymáshoz, és a rendőr közéjük lépett, mert ha nem, lehet, hogy másként végződik a meghívás a frissítőre, és nem frissítés történt volna. Ez azért volt érdekes, mert fölébresztette bennem azt a tapasztalatot, hogy a lubavicsiaknál a rabikat nem lehet megsérteni. Ők sértetlenek, sérthetetlenek. Nem tudod úgy megsérteni őket, hogy ne egy barátságos gesztussal. Most konkrétan megmondod az ember, dögölj meg, rohadt tolvaj. Meghívnálok egy kávéra, beszéljük meg nyugodtan. Tehát nem. Na most ez, hogy központi utasításra történik az ilyen viselkedés, ezt nem kétlem. Tudni, ismerek néhányat közülük, még a civil életből, mikor nem voltak hábátosok. Egyáltalán nem voltak ilyen megbocsájtóak és barátságosak, ha megsértettük. Most igen. És akkor zárójelbe jegyzem meg, hábadosok ne figyeljenek. Kevés nagyobb méreg van, ha én meg akarok valakit sérteni, és az nem hajlandó megsértődni. Annyi energiát kell belefektetni, és hiába való. Azt mondd meg nekem, legyél szíves, hogy a kis ördögre, amikor föltette a kérdését, hogy oké, de akkor mi volt az elmúlt 40 évben, miért nem volt senki se hozzá a Jósika utcai kis immateriális zsinagógához? Kisördögnek mit válaszoltál? Mert ez egy kérdés. Az, hogy a Jósika egy ürügy volt arra, hogy a két egyház összecsapjon. Mondom, mintha a Pemetefi utcába avattak volna a zsinagógát, akkor a Pemetefi utcában lett volna tüntetés, csak ott nem lettem volna jelen, mert oda nem fűz semmi. De valóban 40 évig senkit nem érdekelt. Ez egy nagyon komoly probléma, mert az a másik fél, az ellenérdekelt fél indokai között ez első helyen szerepel, hogy hát gyerekek is, ti eddig mit tettetek. Igaz, akkor is erről már beszéltünk mi is, és ezt felvetettem Szerdán Oberlandet Baruch rabbinak is, hogy oké, átadtuk a Jósika utcát, megtörtént a színházi premier, ott volt mindenki, tud Pest, még a Kohl, meg a Grün is, de másnap, harmadnap, negyednap, hol lesznek-e elegen, mennek-e úgymond nézők az előadásra? Hadd mondjam ezzel kapcsolatban, hogy fantasztikus volt a látvány, miközben az a 10-15 tüntető szítta kegyetlenül a Chabadot, sorra jöttek jobbról-balról gyerekkocsit toló családok, plusz még 3-4 ilyen kis pályaszos gyerek, mint a Nébrákba az utcán, és jöttek, sose látott emberek, minden, és ők azt látták ugye a feliratokat, héber nyelvű transzparensek, és szemük nem rebbent, kvázi, most akkor Kardos azt mondta, hogy ha nem lett volna, még reklamálták, és mondta, hogy miért nincs ellentüntetés, szemük nem rebbent, hogy szídják őket, nyugodtan a családostól vonultak be a Jósika utcába. Na most, ha az illető, aki meg akart minket frissítővel kínálni, meggyőződésem azt mondjuk, jó, és elmentünk volna óriásét, hozott volna kólát, frissítőt, mindent, és akkor azt mondtuk, és akkor megyünk vissza, köszönjük, megyünk vissza, és akkor tüntetünk tovább. A babakocsis családok, kisgyerekek, nem kendelennék, ha nem tennék meg a megjegyzést, hogy nem lehet, hogy mindent ugyanazok szerepelnek. Kvázi hakmi brigádok.
De nem tudom, de ezek szemmel láthatóan nem turistaként vannak nem, itt. Nem, de ha mondjuk... Lehet, hogy ez egy olyan beruházás, idézőjelben, hogy hoznak külföldről ide számolatlanul habádosokat, hogy a Majdan 40 új zsinagógát legyen ki kell megtölteni. Ugye, mondta a vezető főrabbi, ugye, hogy 40 zsinagógát terveznek, mert hogy 100 ezer, akkor 300 ezer volt, ennyi zsinagóga, most ez kevés, mert most 100 ezer van. Ő tényleg úgy tekinti, legalábbis úgy néz ki, hogy itt minden zsidó jár majd a zsinagógába, tehát ha 100 ezer embernek kevés ez a zsinagóga. Ott áll minden zsidó, minden 100 ezer. De ha már a Chabadban műsoron Semes Pékség, igen, következő közélet. Na, ilyen még nem volt. Hát nyilván ez összekapcsolható a Jócsika utcai eseményekkel. Bejelenti, hogy ezentúl a neológoknak nem szállít sütőipari termékeket, és kvázi meg van sértődve. Ő nem vérbeli, ő nem rabbi, nem Lubavitchi rabbi, mert ha Lubavitchi rabbi lenne, ilyet nem csinálna. Ez, ő üzletember. Persze, az egykori bloggerüket, Naftali Krauszt idézném, aki az Új Életben, ezt már említettem, írt a vegyes házasságok ellen egy óriási cikket, magyar zsidóságnak, amelyik a vegyes házasság jóval magasabb aráta, mint a nem vegyes házasság, és kiütötte a biztosítékot az olvasóknál. És mondja, hogy na majd ő válaszol erre, mondom, itt az Új Életben nem. Tudod, mikor kapsz tőlem vallási cikket ezentúl, és rám csapta az ajtót. Na most ő sem volt rabbi, mert ha rabbi lett, persze, hát én továbbra is küldöm a vallási cikket, nem baj. De hát nem volt rabbi. A rabisági vizsgának egyik tétele lehet az, hogy hogyan fogadjuk az ellenséget. Átalakul az egész rendszer, lesz egy, van egy saját pékség, ganeológia. Erről hallottam. Állítólag, gyorsan... jól tudom, az a rabbi adja a pecsétet, nem Chabad rabbi, aki adott a Semesnek is, tehát ezt a pékséget is megfelelőnek találta. Jó, hát elkészült távolságra a, kicsit messze van a Hidon egyettől. Elkészült a próbasütés, meglátjuk, hogy mi lesz. Hát te látom jobban otthon vagy ebben a témában. Olvastam tegnap. Akkor megkérdezi, hogy ma, mert minden pénteken a Deliből visszük a Barthez. A Deliből lesz Barthez? És ha lesz, melyik Barthez? Én szerintem, ha lesz, akkor már az új helyről. Már olyan gyorsan... Hát a tegnap elkészült, persze, hát a tegnap elkészült a próbasütés. 24 óra alatt egy pékség létrejön, egy kóser pékség? Nem, már korábban létrejött, csak most lett bejelentve ezek szerint. Ja, szóval akkor a illető semeses ember az most találkozott össze a két. Most szembesült azzal, igen, hogy azt mondták neki, hogy köszönjük szépen, jó volt az együttműködés, de most ennyi volt, mi saját lábra állunk. Értem. A 100 ezer pesti zsidó. Vagy 100 ezer zsidó Magyarországon, bocsánat, túlnyomó része Pesti, ahol mindenki ott lesz, és majd ott nézni fogja, hogy hogyan készül a kóser sütemény, péksütemény. Meg az a 40 zsinagóga, nem tudom, ők árulnak egy, ők nem árulnak jegyet, már mi se árulunk, de voltak valami, tudod, hogy nem régiben, a Covid előtt még voltak jegyek a nagy ünnepekre a zsinagógákban, jegyet kellett venni. De hozzájárulás most is van, nem? Az más, de szabályos. Ja. Ötödik sor, negyedik szék, bal oldal. Régen volt. Régen volt, és de... ott állt a néni egy ilyen kis helyes ilyen kötény, igen, ilyen barna ruhába, és zseblámpával ment körbe a sötétedés, az és a mondta, volt. Maga rossz helyen ül, maga bitang. Az a moziba volt, hát, várjál. És oda, aki jegy nélkül menő, csak a ima könyv, te Ganev, te imádkozni akarsz. Hát, így igaz. Szóval ott áll mindenki. Egy dupla heti szakaszt olvasunk a héten. Így van. Mert ugye hát most már utol kell érjük magunkat rosszul. Hogyan is van, hogy... Elébe vágok a dolgoknak, jó?
Egy idézetet két beszédet fogok mondani, egyet ma este, és másokat mához egy hétre este, erre vrás a Sónekor. Mind a két beszéd egyformán fog kezdődni, az e heti egyik szakasznak az első mondatával Atemni Covim Hajajm, csak én át fogom formálni a Nachnu, tehát nem ti álltok ma az örökké vagy, hanem mi állunk. Hát ez logikailag is így van, de nem csak mi, hanem elődeink, utódaink, élők, holtak, és így tovább. És a velünk élő idegenek is? Mert a ti álltok, ott voltak a velünk, veletek élő idegenek is. Húha, milyen idegenek? Hát ugye ott, amikor ott ez a mondat elhangzik, akkor ott áll mindenki, azok is, akik a Izrael gyermekére. Kénytelen vagyok ma megkérdezni, itt most milyen, manapság milyen idegenekről beszélsz? Mire gondolsz? Vagy vonj vissza? Szóltam sem. Visszavonom, jó. Mentővet dobtam neked, fejen találtalak vele, de bocsánat. Tehát lényeg az, hogy az örökkévalót állunk. És ez a mondat rá se Sónekor pláne érvényes lesz. És akkor a jellegzetes része, hogy az egyik heti szakaszban a Tóra szavai, az Isten hitnek a fogalma nem valami elérhetetlen távolságba leledzik, hanem a szívetekben, szátokban, lelketekben van. És akkor még kiemelj, nem az óceánon túl, nem a hegyekben fönn, hanem te benned van. Hát ez az egyik. A másik heti szakaszban, amikor Mózesről tudják, hogy meg fog halni, a Midrás elmondja, hogy húzzák az időt, csak a 613 parancsolatot felolvastatják, hogy addig sem halhat meg, amíg felolvassa. Ez egy megható és emberi midrás. Apropó, megható és emberiről hadd mondjam, hogy tegnap szarvason voltam, és a szarvason ilyenkor az idősebbek tábora van, és a Verő Tomi barátomat helyettesítettem, mert ő nem tudott lemenni, és hihetetlen és váratlanul ért engem, hát most én egyedül ünnepekről beszéltem, utána átmentünk interaktív, annyira foglalkoztatja, főleg a férfiakat a halál, hogy amikor kérdések voltak, egy része a halál, a temetés. Nincs senkim, ki fog eltemetni? Mi lesz azzal az ingóságaim, amik vannak? Hogy ez egy olyan előadás közben, amire egy előzetes kérést kaptam, hogy az optimizmust, az örömöt, az új esztendővel való bizakodást hintsem el. Én olyan depressziósan jöttem el onnan. De hát eleve milyen kérés az, hogy Kardos Péter, a kardosféle optimizmus tudod csak közvetíteni. Nem, hát meghazudoltam magam. Bízz rám azért, a profi tud optimista is lenni. Szóval nem így volt, nem heti tévében voltam. Tehát nagyon optimizmus sugároztam, de nem azt verte vissza a visszhang idős emberektől ilyeneket hallgatni. És akkor elmeséltem, hogy engem nem ér meglepetésként, mert Seiber Sándor még rabbi képzés koromban leküldött Bajára, végezzek el egy temetést. Elvégeztem, és utána a hitközségi elnök meghívott magához egy kávéra. És ott Baján bemegyünk egy lakásba, és az előszobába egy hosszú üres koporsó van. Mondtam, hát ez nem Biedermeier berendezés, és nem is a divat, nem is varja, ami akkor divatos. És mondom, hogy elnézést, de hát ez miért van itt? Ez az én koporsóm lesz. Na most ott tartja a lakásba, és erre benyitni folyton ugye az előszobába, hát ez már túlmegy a kardosi pessimizmuson. Nem a legszívderítőbb látvány, tehát. Nem. Úgyhogy csak erre mondtam apropóból, hogy idősek, ha hangot kapnak és fórumot, a halál mennyire foglalkoztatja őket? Borzasztó. De hát érthető. Azt tudjuk majd, miről beszélsz. Kicsit beszéljünk a Szlihot imákról. Szlihesz. Szlihesz? Legyen Szlihesz.
újra, de ez az egyik felét érinti csak. Tehát a Szlíhez, ami ismétlődik évről évre, van, ahol koncertformában adják elő, és van, ahol imaformában adják elő. A koncertforma az nem annyira idegen, illetve kicsit idegen az itthoni hagyományokhoz képest, tudnélik a YouTube-on felelhető például most láttam Móse Stern néhai főkántornak a Szlíhez, Isten tisztelete zsuffolt templomban egy kimondott, mint egy koncert. Na most a bocsánatkérő imáknak, meg a bűnbánó imáknak az előzetese zajlik ilyenkor, tehát a nagy ünnepek előtt, és az, hogy miért ilyen időpontban van, ezt nekem nem sikerült még megfejtenem, mert a gyerekkorom óta, amikor egyszer falun voltam éppen Stichezkor, az is ilyen nyár vége volt, bekopogott a Sámez az ablakon, még sötét volt, hogy Génze mit ért? Síl. Menjünk a zsinagógába, a Szlíhezre. Van, ahol késő este, igazából eredetileg hajnalban tartották. Igen. Na most a hajnal után, hát most már neológba megyünk át, Kozma utcai sírket, illetve temető látogatás van. Ez egy helyi szokás, hogy ilyenkor látogatják meg a sírokat, mint ahogy azt hiszem már tavaly lehet, hogy elmondtam, akkor Svédországban voltunk, ott Erev Jan Kiperkor volt ugyanez. Ami hát még nyomatékosabb időpont, mint a Szlíhez. Hogy a Szlíhezből miért lett mártírnap, ez viszont egy érdekes kérdés, tudnélik, 44 előtt is volt Szlíhez, és akkor persze nem ez volt a téma, akkor nem szó szerint, de kizag a közelgő félelmetes napok jelentősége, idézetek a Unösszane Tajkef imából, Kolnidré, beirattatik, bepecsételtetik, ezek a kifejezések. Ezek már nem szerepelnek az utóbbi éveknek a Szlíhez beszédeibe, hanem mártír megemlékezés lett belőle. Ez érdekes. Kedves nézőink, tudják, most péntek este, szombat reggel, ahol lehet akkor elmenni, szombat este is, a zsinagógákba tessék elmenni, elolvasni, meghallgatni a heti szakaszt, megnézni, elmondani a bűnbánó imákat is este, szombat este, és onnantól kezdve folyamatosan mondjuk ezeket. Érdemes meghallgatni, hogy milyen fontos gondolatok vannak a heti szakaszban, és érdemes rajta elgondolkodni. Péter, neked meg nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Bocsánat, megint meg kell, hogy szakítsa. Nem tudom, hogy jövő pénteken találkozunk-e, mert az munkaszüneti nap már nálunk. Ha nem találkoznánk, csak annyit, hogy két különlegessége van ennek a Rázse Sónenak. Első nap nincs sófárfújás, mert szombatra esik. Szombatra esik, igen. Első nap nincs taslih, mert szombatra esik. Mindez átmegy a második napra, vasárnapra. Tessék el is odafigyelni, és természetesen még erre a hétre Sabbat Shalom, Good Shabbos neked. Good Shabbos.